Bemutatjuk a Taubácsi című filmsorozatot. Hetedik rész, Taubácsi és Klaudia. Forgatókönyv Ota Hoffmann és Jindřich Polák. Magyar hangok. Képesi József, Balázsi Panni, Somogyvári Pál, Miklósi György, Izsók Vilmos, Koroknai Géza. Magyar szöveg Bánki Stella. Hangmérnök Morassi László. Rendezőasszisztens Csáki Vera. Vágó Kovács Jutka. Gyártásvezető Sigmond Erika. Szinkronrendező Mohácsi Emil. Zene Jiří Malásek, Jiří Bazsant és Vlastimil Hála. Fényképezte Jaroszláv Tuzár. Rendezte Jindřich Polák. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdióban készült. Varázsló vagy, igaz? Láttam, hogy repültél az esernyőddel, de akkor pici voltál. Maradj velem, ilyen babám még nincs. Klaudiának. Hol van Klaudia? Klaudie, Klaudie, Klaudi, 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 Klaudie. Klaudie. Dítě správně vychované, po vzdělání touhou plane, nevzpírá se autoritě, neboť je to vzorné dítě, čisté jako lílie. Klaudie, Klaudie, vždycky hodno chválí je. Klaudie, Klaudie. Šťastně na svět usmívá se, v zahradě i na terase, naše malá Klaudie. Dítě správně vychované, nikdo zvaný nedostane. Spod hřebenu potom korne, neboť je to dítko vzorné, čisté jako lílie. Klaudie, Klaudie, zlaté vlásky zdobí je. Klaudie, Klaudie. Ať je sucho nebo leje, ono vždycky způsobné je, to si chudák užije. Užije. Užij.
nagyapa. Igen. Nem. Nem. Nem, de jöjjön el hozzám személyesen. Igen, azzal a feltétele, hogy beküldi a tervet. Milyen bor ez már megint. Hello, Viola! Nagyapa, nincs meg az a bábú, amit küldtél. Elvették. Tudod, az, amelyik hol pici, hol meg nagy volt. Igen, mindenképpen. Mennyi? 3 millió, hogyan kérem, ez batarság. Mennyi? Így érdekel. Holnap reggel 10 órakor ide telefonál anyukád. Táviratoztam neki, hogy még maradsz egy ideig. Ugyanis szívesen ülök asztalhoz szép hölgyek társaságában. Az a baba, az beszél. Csak oda kell figyelni rá. És holnap kapsz tőlem egy kibernetikus babát. Köszönöm. Táncolni is fog. Ön kicsoda? Aha. A sütemény, uram. Nem, köszönöm, ma igazán nem kérek. Ha csak nem mandulás zselé. Az, uram, friss mandulás zselé. Az volna. Mandulás zselé. Te miért nem játszol? Uram? Csináld, légy szíves, még egyszer! És a konferencia után visszajövök, és játszunk még egyet.
hívlak titeket anyukámnak, és megkérem, hogy vigyen haza. A hatékony kutatások a sok munka eredménye. A legnagyobb rejtély. A nagy rejtély rejtély marad. Megfejthetetlen. Titok nekem is. Uraim, a holnapi sajtókonferencián a világ szeme elé tárom cégünk legújabb szuperminijének prototípusát. Bejelentem, hogy megszületett a színes zsebtévé. Súlya 400 gram, a japánoké 1500. Abszolút győztesek vagyunk. A technika valóra váltja a vágyakat, kielégíti az ember igényeit. Vagy legalábbis megmutatja, hogy mire kellene az embernek vágyakoznia. Mm. Ez a tudományos technikai forradalom.
Claudia. Claudia. Anya csupa csipkében meg bársonyban járna, apa kardot viselne, és nagyapának mindig volna ideje velem játszani. Hintázna velem, meg táncolna velem úgy, mint te. Miért nem alszol? Neki sincs kedve aludni, és nekem sincs. Tud varázsolni, elhiszed? És hol kell felhúzni? Nem kell felhúzni, csak táncol. Egyik percben nagy, aztán meg pici. Én is voltam pici, de már régen. Jó ideje, ekkora vagyok. De én sose voltam ilyen jól öltözött, elegáns úr, mint a te bábud. Én rongyos voltam. Kecskéket őriztem. És amikor fáztam, rőzséből tüzet raktam, a hamuban krumplit sütöttem. De jó volt neked, mielőtt gazdag lettél. És ez a krumpli se volt a legjobb minőségű. És a kecskék se adtak túl sok tejet. Nekem alig volt ruhám. És amikor hideg volt, fát kellett vágni, hogy legyen minél melegedni. Én is szeretnék fát vágni és kecskét fejni, mint te gyerekkorodban. Kecskét fejni? De akkor nem utazhatnál helikopteren. Akkor anyukád nem tudna felhívni telefonon. Akkor itt nem villany égne, hanem gyertya vagy mécses. Nem volna rádió. Nem volna televízió. Hát akkor semmi sem volna. Macskák se? Hát tudod, azok lennének. Macskák, igen. Szeretném, ha lenne egy macskám. Ha te lennél, a mama és a papa. És mi mindig csak játszanánk reggeltől estig. Holnap reggel sajtókonferenciám lesz. Ott meg kell jelennem. Az üzlet az üzlet. Eladok néhány millió tévékészüléket. Aztán visszajövök. Jó? És attól kezdve jóformán csak játszani fogunk. Jó reggelt, uram! 8 óra ébresztést parancsolt. Maga az, Bill? Nem, uram. Egyáltalán. Voltunk oly bátrak, önállóan intézkedtünk, uram. A fürdője kész, uram.
kifele! Ki innen! Konkurencia trükkje, de ki lehet? Talán a Philips? Vagy a telefon kell? Ezek a legújabb módszerek. Tönkre akarnak tenni. A reggelije, uram. Értesíteni kell a rendőrséget. De hogyan, uram? Nem tudja, hogy szokták? 2x3 vagy 4x6? Telefon nélkül. A konkurenciának semmi se volt drága. De ki? Talán a Grundig. Nem a Tesla? Na, hívja ki a rendőrséget. Hála Istennek, ehhez nem nyúltak. Most már végképp nem értem. Rendőrség! Rendőrség! A játszma még döntetlen. Álljon ide a kocsim! Befogni! Tegnap még első kereket kellett cserélni, de így egyszerűbb vezetni. Megrántod a balgyeplőszárás, már balra megy. Hová tetszik? A sajtókonferenciára. Csapj a lovak közé! Hölgyeim és uraim, a Viola cég sajtókonferenciájáról adunk helyszíni közvetítést. E percekben fogják nyilvánosság előtt bemutatni új terméküket, amely minden bizonnyal szenzációt kelt. Csak nehogy elkéssen. Sehol semmi? Annál is rosszabb. Megjött. Hölgyeim és uraim, végre megérkezett, ami máig elképzelhetetlen volt. Igen, tisztelt fogyasztók. Igen, tisztelt nézők. Itt a Viola cég új terméke. A Viola cég új készüléke, banális reklámtrükk. Közönséges tranzisztoros készülék. Vásári petárdák pufogtatása mellett repíti levegőbe a léggömböket. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy bemutassam önöknek cégünk legújabb szupermini készülékét. És mi lesz a neve? Claudia. Hol van Claudia? Claudia.
Claudia! Új címet kérek! Figyelem! Napjaink fastafja a tranzisztor világba visszahozta az álmodozások korát! Melynek lelke van és bűvkörébe vont minden nőt! A Viola cég megdöntött minden rekordot! A világcégek újabb jegyzéseikkel az égig viszik ezer a Viola részvényét. Minket a licenc érdekelne. Szia, hogy aludtál? Most majd felhívom anyukámat, és megmondom, hogy haza akarok menni. De téged magammal viszlek. Itt nem jó. Nagyapa nem játszik velem, csak megvesz nekem mindent. De ezt nagyon jól csinálta. Hány óra van? Júj! Ki eldugta a telefont. Hol vannak a telefonok? Hol vannak a telefonok? Megmondom nagyapának. Nekem beszélnem kell anyukámmal. Kicsoda? Aha. Claudia! 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 Látlak! Claudia! Claudia! Én sétálni akarok, apu, anyu, én sétálni akarok! Claudia! Mama, azt akarom kérni, hogy gyere el értem. Egyedül is hazamegyek. Miért, mama? Haza akarok menni. Nagyapa! Mama, vissza az egész, itt maradok. Viola úr, páratlan fordulat. Zseniális. A konkurencia befagyott. 200 000 Claudia. Philips? Az a fontos, hogy el tudjuk látni a világot. Ha 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 ha!